Mindannyian az életet alkotó kozmikus mátrix részei vagyunk. Szervezetünk algoritmusok által működik, alkalmazkodik és regenerálódik. Egészségünk kulcsa a szervezeten belüli információ áramlás minősége. Sejtjeink folyamatosan kommunikálnak, ráhangolódva a Matrix összhangjára. Ezt az összhangot a Matrix algoritmusainak lüktetése vezérli. A kozmikus áramlások összehangolásával elérhető szervezetünk optimális működése. Kapcsolódjon velünk a teljességhez. Matrix, ahol önmagára hangolódhat. Szeretettel köszöntöm nézőinket. Ez a Matrixnak a 9. adása, és ma a traumafeldolgozásnak speciális műfajával foglalkozunk. Tulajdonképpen egy kicsit körbejárjuk magát a témát, milyen traumákat szenvedünk folyamatosan, és melyek azok a traumák, amelyeknél segítséget kérünk, hogy feldolgozhassuk őket. Sok szeretettel köszöntöm nézőinket, és bemutatom vendégünket, dr. Ravasz László, ügyvéd urat. Köszöntöm a nézőket én is, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek ebben a műsorban. Traumafeldolgozás különböző aspektusait vesszük most górcső alá. Valójában mit nevezünk traumának? Hát alapvetően, tehát jogi oldalról azt szoktuk traumának venni, amikor az ember életében olyan események következnek be, amelyet önmaga már igazán nem tud megoldani, tehát azokkal az eszközökkel, amelyek a rendelkezésre áll, és emiatt kell neki segítség, vagy olyan közvetítő, aki tud neki bizonyos támogatást nyújtani abba, hogy fel tudja dolgozni ezeket a problémákat, illetőleg találjon olyan megoldást, amivel meg tudja oldani ezeket a problémákat. Hát itt alapvetően jogi problémákról van szó, tehát jogi megoldásokat kell nyújtani, mivel hogy általában ezek az emberek nem jártasak a jogban, ezért szükséges nekik olyan megoldást nyújtani, amely bizonyos szinten a problémájukat megoldja. Már eleve sok stressz helyzetet él meg az, aki ügyvédhez kell, hogy forduljon bizonyos konfliktusok miatt. Milyen hatással van a stressz az életünkre? Én úgy gondolom, hogy itt azért a stressznek egy nagyon speciális ágáról van szó, amikor az ember úgy érzi, hogy tehetetlen, és mindenképpen segítségre van szüksége, ráadásul olyan segítségre, amely mondjuk úgy, hogy jogilag államosítva, tehát egységesítve van, és ezek az alkalmak azok, amelyeknél az első elszenvedett stressz mellett, amely mindenképp egy blokkoló hatás, vagy egyfajta tehetetlenséget ér az ember, hiszen különben nem keresne egy ilyen segítséget. Én úgy gondolom, hogy a nagyon izgalmas része ennek a témakörnek az, hogy ebben a folyamatban utána, a jogi folyamatban milyen egyéb stresszek érik, illetve hogy hogyan tudja a méltóságát is visszakapni az ember. Valójában, amikor már eljutunk egy konfliktus olyatén megoldásához, hogy külső szakembert és segítséget kell bevonni, lényeges-e az, hogy milyen hosszú ideig tartanak ezek a folyamatok, akár jogi szempontból is? Hát ez alapvetően befolyásolja. Tehát mindenki tudja azt, hogy jogvédelem csak akkor van, ha időben megfelelő módon érkezik. Tehát hogyha mondjuk valakit ér egy jogsérelem, elvesznek tőle egy házat, vagy elvesznek egy gyereket, ha 15 év múlva visszaadják, az milyen reparációt jelent, vagy milyen jogvédelmet jelent az az embernek, hogyha 15 évig nem kapja meg azt, ami jogosan jár neki. Tehát alapvető jelentőségű az azonnali és hatékony jogvédelem. Bár mindig mondom azt, hogy a legnagyobb problémája ma a magyar társadalomnak az, hogy nincsenek képítve azok a mechanizmusok, azok az önvédelmi rendszerek, amelyek lehetőséget adnának a jogi reparációnál sokkal gyorsabb reparációra. Tehát magyarul, hogyha a társadalomon belül kiépülnének azok a szolidáris
szolidaritás rendszerek, amely alapján maga a kisközösség vagy a társadalom tudna segítséget nyújtani a bajba jutott embereknek, és hatékonyan, összefogva, közösen tudnák megoldani ezeket a problémákat, vagy fel tudnák oldani azokat a dolgokat, amelyek az emberek életét megnehezítik. Alapvetően az a nagyon-nagyon nagy probléma, hogy ezek a mechanizmusok nem élnek ma Magyarországon, nincsenek kiépülve, és mindenki megpróbál jogi úton a problémájára megoldást találni, még akkor is, amikor nem biztos, hogy ez volna a legjobb járható út, hanem egy öntevékeny, magasegítő társadalomra támaszkodva, vagy kis csoportra meg tudná oldani a problémát. Vannak bizonyos próbálkozások arra, hogy ilyen mediációkkal vagy egyebekkel ezt megoldjuk, de hát ezek mind gyerekcipőbe járnak, és a társadalomban sincs még kiépülve azok a mechanizmusok, amelyek ezt a nagyon nehéz, jogilag is kicsit elnehezített jogi megoldásoknak az igénybevételére ad lehetőséget, vagy a jogi megoldások alapján próbálják ezt megoldani. Tehát tulajdonképpen azok a pszichoenergetikai folyamatok, amelyek a végső lezárást jelentik, hiszen hogyha én ellenszolgáltatásként esetleg visszakapom a házam, vagy a láthatási időben megegyeznek a partnerek, akkor is rendbe kell hozni azokat az érzelmi traumákat, tehát a pszichés egyensúlyt valahogy mindenképp helyre kell állítani, és úgy gondolom, hogy ügyvéd úr is erre céloz, hogy ez egy nagyon-nagyon lényeges része a folyamatnak, mert ezeket a méltóságot ért sérelmeket nem lehet sem pénzben, sem másban kifejezni. Tehát itt belül kell az embernek a saját önbecsülését, illetve a világba vetett bizalmát valahogy rendeznie. Tehát minden a bizalomra épül egy közösségben. Ha kimegyek vezetni autót, akkor is bízom abban, hogy mindenki tartja a sávját, hát különben óriási balesetek lennének is folyamatosan. Tehát ez a fajta ős bizalom, ami az életünknek az alapja és az együttélésünk alapja, ez inog meg, és akkor kér az ember, mint egy fuldokló segítséget, ugye, a jog valamelyik ágától, viszont gondolunk-e arra a részére is, hogy mi belül újra egyensúlyba kerüljünk. Ha elvesztettük az egyensúlyunkat, ősbizalom vesztésen mentünk át, milyen testi tüneteket tud ez okozni? Hát ez rettentő sokféle testi tünetet tud okozni. Egész, ha hosszú távon fönnáll egy komoly önbizalomvesztés, ha hosszú távon fönnáll egy komoly belső rágódás, tépődés, akkor tulajdonképpen a szervezet összes gyenge pontja jelezni fog. Ez nem csak abban jelentkezik, hogy esetleg a stressztől átmenetileg hasmenése van az illetőnek, vagy éppen székrekedése, vagy éppen egy kicsit rosszabbul alszik, hanem nagyon komoly anyagcsere zavarai alakulhatnak ki. Nyilván alkatától függően és életvitelétől függően, de egy idő után ezek általánosan elterjednek, tehát generalizálódnak ezek az anyagcsere zavarok, és arra kell gondolni, hogy nem is szoktunk hozzá, hogy megkeressük, hogy valójában melyik stressz váltotta ki ezt a láncreakciót. Először csak nem tudunk normálisan enni, utána emiatt, hogy nem jól eszünk, hogy állandó görcsbe van a gyomrunk, emiatt állandó pici gyulladások vannak a szervezetben, utána a rossz tápanyagellátás, állandó pici gyulladás létrehoz másodlagos, harmadlagos, negyedleges tüneteket, ráadásul közben az ember nem tud jól pihenni. Tehát soha nem éri utol magát, és belülről is lesz egy űzött vad az emberből, mert nem tudja azokat, ugye minden rossz gyulladással kezdődik. Tehát a szervezet, amikor túlterhelve van, akkor gyulladással próbálja gyorsítani az anyagcsere folyamatát, és ezáltal azt próbálja elérni, hogy hát akkor ilyen nagyobb sebességre kapcsolva talán utolérem magam. Igen ám, de ezt nem lehet fönntartani évekig, illetve fönn lehet tartani, csak nagyon komoly következményei vannak. Tehát itt nagyon sok olyan anyagcsere zavar keletkezik, ami aztán már nyilván az alkattól, a személynek, az életvitelétől hozott genetikai tulajdonságaitól függ. Tehát megdöbbentő, hogy mennyi minden vezethető vissza a tartós stresszre. Nyilván a tartós stressz egyénileg, kinek milyen a tűrő képessége, attól függően fejt ki hatást. Ezt, ha jól tudom, poszttraumás stressz szindrómaként kezeli a
tudomány területe. Valójában mindannyian szenvedünk ilyen kisebb-nagyobb traumákból. Hová tudunk fordulni, ha erre megoldásokat keresünk? Mert mindent a jog nem tud megoldani, mint ahogy hallottuk is. Hát tulajdonképpen ez egy elég nehéz terület, mert ugye amit hivatalosan orvoslásnak hívunk, nem erre szakosodott. Itt akkor foglalkoznak az emberrel, ha bizonyos paraméterek a laborvizsgálatnál, vagy egyéb vizsgálatoknál messze a normán kívül vannak. Tehát tulajdonképpen arra, hogy én nekem egyébként minden darabszámra megvan a szervezetemben, csak nem úgy működik, ahogy szokott, hát erre nem nagyon van megoldás, illetve nem nagyon van kapacitása, inkább így mondom, a mai ellátásnak. Tehát az az európai típusú orvosi ellátás arra szakosodott, ha extrém baj van. Ha valakit elüt a villamos, hát szinte darabokból összerakják a kórházban. Tehát arra szakosodott, hogy csodákat tegyen, és azt is, akinek már a szervezete nincs is egyáltalán egy darabba, azt is életképesen, és a gépek segítségével, egyéb műtétek segítségével, hosszú hónap kezelése után, ugye mégis két lábon ki tud jönni a kórházba. Senki nem gondolta volna. Viszont azzal, hogy ő rettentő rossz közérzettel száll fel minden nap a villamosra, és még hál' Isten nem esett alája, azzal nem foglalkozik a mai európai típusú orvosi ellátás. Tehát itt valamilyen módon önmagának kell komolyan venni ezt a dolgot, és elkezdeni kézbe venni ezeket a területeket. Tulajdonképpen a belső egység megteremtése, ez a belső békéhez vezető út, ez egyébként is mindenkinek az életének a személyes része, és ezzel bizony olyan módon nem foglalkozik most már a közösség, mint ahogy régen a nagy családok, a vallási közösségek, tehát tulajdonképpen egy szociális háló foglalkozott. Ez a fajta szociális háló nincs meg, tehát mindenkinek ezzel igenis egyénileg foglalkoznia kell. Nehezíti még ezt a területet az is, hogy bizonyos jegyek tabuként vannak nyilvántartásban, hogy erről nem beszélünk. Hát itt alapvetően nagyon nagy problémaként jelentkezik a társadalomban belül a kommunikációnak a hiánya. Tehát nem kommunikálunk egymással, hanem elmegyünk egymás mellett. Ennek rengeteg oka van, mindenki mondja, hogy a számítógépek, a különféle technikai eszközök túlzott használata megöli a kommunikációt az emberek között. Ha megnézzük egy jogi problémát is, alapvetően abból adódik, hogy van az emberek között, hát nézzünk meg egy házasságot, ott is vannak konfliktusok. A végén, mikor már eszkalálódik, azt se tudjuk, hogy miért haragszunk mi egymásra, mert azt az alapkonfliktust nem oldottuk meg, amelyből a probléma adódik. Tehát nem beszéltük ki, nem oldottuk meg, nem kommunikáltunk egymásra, hogy van egy alapprobléma, nem akarok most példát mondani, mondjuk anyósommal problémám van, de ezt nem oldjuk meg, nem beszéljük ki, és ebből adódóan aztán egymásra rakódnak ezek a problémák. És egyre nagyobb konfliktusok jönnek, aminek már semmi köze gyakorlati ez az alapproblémához, mert mindig abból van, hogy én utállak téged, és ezért van egy konfliktusunk. De ha megoldottuk volna ezt az alapkonfliktust, akkor ez a további konfliktusok nem jöttek volna elő, mert akkor nincs miért egymásra haragudnunk. És az a probléma, hogy általában az emberek ezeket az alapkonfliktusokat nem oldják meg, és azért eszkalálódnak ilyen szinten a problémák, és jutnak el végül odáig, hogy jogi megoldást keresnek, mert önmaguk már nem tudnak megoldást, mert nem azt keresik, hogy mi volt ennek az egész konfliktusnak az alapja, mi volt az alapkonfliktus, hanem azt próbálják megoldani, hogy az alapkonfliktusból utána erre kialakul, illetőleg erre ráépülő egyéb konfliktusokat próbálják jogilag megoldani. Ahelyett, hogy az alapkonfliktus egy kommunikációval, egy megfelelő kibeszéléssel vagy családi segítséggel megoldanák. És ezért van az a nagyon nagy probléma, én mindig mondtam tárgyalások során is, mikor még bíróként dolgoztam, mikor oda jött egy apa-fia konfliktus, családi konfliktus, például ilyen céggel kapcsolatos konfliktus, és mondták, hogy jogi megoldást adjak erre. És mondtam az ügyfeleknek, hogy én tudok egy jogi megoldást, fogok is, mert jogszabály szerint ez kell, de én
az apa-fia konfliktust nem fogom tudni megoldani. Mondtam nekik, hogy hozok egy ítéletet, jogerős lesz, megpróbálják végrehajtani, de két hét múlva ugyanitt lesznek, és más problémával fognak nálam jelentkezni, jogi problémával, amíg ezt az apa-fiú konfliktust, illetőleg ennek a gyökereit nem tárják fel, és nem oldják meg. És utána érdekes módon fölállt az alferes, és azt mondja, igaza van, bíró úr, tényleg ezt kéne valahogy csinálnunk. És úgy gondolom, hogy Magyarországon is ezek, amit már előzőleg kifejtése került, gyakorlatilag ez a probléma a nagyon nagy probléma, hogy nincs az a szociális háló, nincs az a kommunikációs csatorna meg a magyar társadalmon belül, amely lehetőséget adna ezeknek az alapproblémáknak a kibeszélésére és megoldására. És az a nagyon nagy probléma, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor ez egy olyan folyamatot indít meg, amely utána már jogilag sem kezelhető igazán, mert exakt megoldást nem tudok adni jogilag erre. Hát pont erről van szó, hogy a tartó stressz, és azért nézzük meg, hogy hány generáció óta a lakosság jelentős része tartó stresszben él, generációk óta, valójában ez utána viselkedés zavarhoz vezet. Tehát az emberek nem is azt kifogásolják, amit ők szóban kifogásolnak, hanem belül egészen egyszerűen nem elég nyugodtak. Tehát ez ugyanúgy van az életünkben, mint amikor elolvasunk egy könyvet mondjuk 20 évesen, aztán 30 évesen is, aztán 40 évesen is, más és más mond nekünk az a könyv. Mélyebb és mélyebb élményeket ad. Hát ezt kell valahogy feloldani, hogy az emberek már lehetőleg serdülőkorban azt a mélységet, azt a rálátási képességet elérjék, amit egyébként csak nagypapa korukban vagy nagymama korukban érnének el, és abban a pillanatban tudunk egymással újra kommunikálni. Tehát itt nekünk önmagunkat kell annyira megismerni, hogy tisztában legyünk azzal, hogy nem veszhetünk el, nem kerülhetünk ki ennek a környezetnek a szerves részei vagyunk, tehát itt egyfajta önismeretre van szükség. Valójában a kommunikáció itt a kulcs szó, ha jól értelmezem. A kommunikáció viszont egy befelé forduló kommunikációt is, önmagunk megismerését is jelenti, ami bizony elcsúszott ez a napjaink társadalmába, mert annyira kifelé vittük a fókuszt, hogy sajnos önmagunkkal keveset törődünk, az én időnk elmarad. Hát igen, sajnos nem fordítunk magunkra elég időt. Alapvetően én egyetértek azzal a Szondi Lipótnak annak a gondolatával, hogy ez úgynevezett önbeteljesítő sors kategóriájával, hogy magunkban elkezdünk valamit mondani, hogy úgy is úgy fog történni, és tényleg úgy fog történni, mert mindent megteszünk azért, hogy úgy is történjen, ahogy mi eredetileg belül elgondoltuk a történetet. Hát egyik oldalon megteszünk mindent, hogy úgy történjen, de a másik oldalon meg, ha jobban megismerjük magunkat, és nem csak a felszínt látjuk, hanem egy kicsit mélyebben is látjuk, és nem csak azt látjuk, hogy az anyósunkkal probléma van, hanem nekem miért gyenge pontom az, amit ő csinál. Tehát miért pont az fáj nekem, mikor más 50 embernek az nem fáj. Akkor tulajdonképpen ki tudom egyenlíteni azokat a gyenge pontjaimat, amelyek által én sérülök. Tehát mindenki valahol sérül, mert mindenkinek vannak gyenge pontjai. Csak ahogy jobban megismerjük ezeket a gyenge pontokat, olyan mértékben vagyunk képesek ezt kiegyenlíteni, és ahogy gömbölyödünk, egyre kevesebb gyenge pontunk van, tehát egyre kevésbé tudnak a tyúkszemünkre lépni, mert már lassan annyira gömbölyű a történet, hogy már nincs tyúkszem, már nincs kilógó rész, ami megsérülhet, ami letörhet. Hát igen, itt arról szól a történet, hogyha nem ismerjük magunkat, nem tudjuk azt, hogy mire vagyunk képesek, mik azok, amit szeretnénk, és nem ez alapján cselekedünk, hanem azt mondjuk, hogy úgy is bekövetkezik az a rossz, amit mi várunk, vagy amit nekünk a külvilág próbál mondani, be is fog, mert mindent megteszünk azért, hogy be is következzen, és igazoljuk a magunknak a feltevését. De én úgy gondolom, hogy ehhez kellene az, hogy egy normális kommunikáció, egy önismeret, hogy fölismerjük azokat a
igényeinket, lehetőségeinket, képességeinket, ami alapján egy harmonikus életet föl tudnánk építeni, és amivel a körülöttünk lévő konfliktusokat kezelni tudnánk. Önismeret és társadalmi szolidaritás nélkül egészséges társadalom nincs. Ezt én legalább nem én mondom, több pszichológus, illetőleg szociáciológus állította már ezt, hogy ennélkül az ismeret nélkül a társadalom működőképtelen. És az a probléma, hogy Magyarországon sem önismeretről, illetőleg társadalmi szolidaritásról nem nagyon beszélhetünk. És itt jön be azok a technikák, amelyek és segítség alapvetően, hogy hozzá kéne juttatni az embereket ahhoz, hogy ezzel a képességgel rendelkezzenek. Pontosan. És ehhez kellenének olyan társadalomszervezési, jogi, orvosi, pszichológiai, pszichiáter segítség, amely az embereket hozzá tudja juttatni ezen alapvető tudáshoz, illetőleg képességhez. És amíg szerintem ez nem fog kialakulni a magyar társadalomban, addig mindig egy ilyen kvázi az egész társadalom egy poszttraumás állapotban lesz. Nem csak egyéni, hanem társadalmi szinten. És hát ráadásul ezek teljesen váratlan módon feltörhetnek, tehát ezek a korábbi sérelmek, a méltóságnak a sárbatiprása, ez bármikor újra aktiválódhat. Tehát tulajdonképpen, ugye, amit most te is tervezel, egy kampány arra, hogy a traumafeldolgozást tegyük más alapokra, ebből a szempontból ez teljesen aktuális, mert azt látjuk, hogy időszakonként feltörnek különböző típusú, nagyon mély traumák, és több tízezren, tehát itt ez teljesen mindegy, hogy az utóbbi pár ezer év melyik eseménye miatt, mert vannak közeli, távoli nagy traumák, tulajdonképpen amelyek az egész térséget érintik, illetve vannak nyilván sokkal személyesebb vagy családon belüli traumák, de ezek egyszer csak kiújulnak újra, és ez a poszttraumás szindrómának az egyik ismérve, hogy bármikor, bármelyik eleme újra felbukkan, és hihetetlen erővel tulajdonképpen elgyengíti azt az illetőt, akár annyira, hogy nem mer otthonról kimenni. És a legnagyobb probléma, amit beszélgettünk, és mondtam az előző is, hogy ezek a poszttraumás problémák alapvetően nem sokszor nem úgy jelentkeznek, mint az alapproblémának a problematikája, hanem egy teljesen más területen kivetülnek egy más területre, és ezért nagyon nehéz kezelni, mert a mai magyar pszichiátria, orvostudomány, jogtudomány mindig arra koncentrál, hogy van egy ilyen probléma, azt oldjuk meg. De nem azt vizsgálja, hogy mi váltotta ki ezt a problémát, mi az a terület, amely alapján, amelyet gyógyítani kéne, vagy megoldani azt a problémát, illetve hogy ezeket a problémák ne jöjjenek elő. Ahol békíteni Igen. kéne. Tehát tulajdonképpen nagyon sokszor ugye eljutunk a békítéshez. Hát igen. Tehát azért is ülünk most itt veled együtt, mert a békítés lenne a Igen. cél. Hát itt alapvetően, amit a jogi problémáknál szoktunk mondani, hogy alapvetően a jognak nem az lenne a feladata, hogy ezt a békítést, vagy ezeket a társadalmi problémákat oldja meg, mert erre képtelen a jog, hanem a jog alapvetően arra van, hogyha van egy ilyen trauma, ebből adódóan sérelmei keletkeznek az embernek, amit nem tudunk társadalmi szinten kompenzálni, azt a jog oldaláról valamilyen szinten reparáljuk, vagy adjunk megfelelő reparációt a félnek, mondjuk kártérítés, pénzt vagy valamit, alapvetően ezzel tudjuk megoldani, de az alapproblémát jogilag megoldani nem tudjuk. Tehát hiába adok neki 1 millió forintot, attól nem fog kinőni a lába, és nem fog, ahogy volt róla szó, fölülni a villamosra úgy, hogy nem fog félni attól, hogy még egyszer a villamos alá kerül. Tehát ezeket a problémákat csak társadalmi szinten tudjuk kezelni, erre a jog nem ad problémát, ad egy bizonyos reparációt, de ez nem oldja meg az alapproblémát. Közel 15 éve én ezzel foglalkozom, traumafeldolgozással, és a traumák elég sok aspektusát jártuk körbe, elég nagy mintavétellel, ez több mint 100 000 ember, és bizony látom azt a traumás közeget, amiben élünk, és ha visszamegyünk generációról generációra, szinte ha hármat visszalépünk, nincs érintetlen, és valóban
Mi egy széleskörű társadalmi összefogással, alulról jövő építkezéssel törvényt hoztunk erre, a BTK 212 per A nevű kapcsolati erőszakon álló büntetőjogi törvényi tényállását. Viszont ez még mindig azt érzem nem oldja meg, csak egy stopptábla a jog területén, de a valós konfliktusok, a békés konfliktus kezelés ezzel nem tudott megoldódni, tehát a traumákat, mint egy batyú, viszik az emberek a hátukon, és egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerülnek. Ezért az én szívügyem is, és hát nagyon komoly feladatom, hogy tovább kutassam ezt a traumafeldolgozást, és ezekre megoldásokat adjak a hozzám forduló embereknek. És én úgy gondolom, hogy találtunk is olyan megoldást, ami bizony ezt a kisimulni vágyó embertömeget eljutatja olyan helyzetbe, hogy a kommunikációt nem csak az emberek között, hanem a sejtjei között is megélheti. És erről hallgassuk meg a szakembert, hogy a sejtek közötti kommunikáció. De azt hiszem, hogy a következő adásban akkor visszatérünk arra, hogy mit is tehetünk akut, vagy krónikus, vagy éppen már poszttraumás stressz helyzetben, annak érdekében, hogy meg tudjunk békülni magunkkal, meg tudjunk békülni a környezetünkkel, meg tudjunk békülni a sorsunkkal, ami egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és szerintem mindannyiunk életében egy idő után előtérbe kerül. Köszönjük a figyelmüket, és egy hét múlva folytatjuk a traumafeldolgozásnak az új típusú lehetőségeivel, hiszen mindannyian érintettek vagyunk az akut, illetve a poszttraumás stresszindrómákban. Köszönöm vendégünknek, köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget. Ügyvéd úrnak, köszönöm Pálmának, és egy hét múlva folytatjuk. Én is köszönöm, viszontlátásra, várjuk a következő műsorba figyelmüket. Mindannyian az életet alkotó kozmikus mátrix részei vagyunk. Szervezetünk algoritmusok által működik, alkalmazkodik és regenerálódik. Egészségünk kulcsa a szervezeten belüli információ áramlás minősége. Sejtjeink folyamatosan kommunikálnak, ráhangolódva a mátrix összhangjára. Ezt az összhangot a Matrix algoritmusainak lüktetése vezérli. A kozmikus áramlások összehangolásával elérhető szervezetünk optimális működése. Kapcsolódjon velünk a teljességhez. Matrix, ahol önmagára hangolódhat.